A világ rangos amerikai filmfesztiválján bemutattak egy filmet, ami felkavaró részletekben mutatja be a Jobbik igazi arcát, az antiszemita megnyilvánulásokat, a zsidózást, a masírozást és a félelemkeltést bemutató filmről senki nem beszélt. Magyarországon noha már fél éve bemutatták. A Tények extra riportjában most részleteket láthatnak a Csöndben maradni című filmből, utána G. Fodor Gáborral beszélgetünk. Szegedi család, mától a neved legyen egy a szégyennel és gyanázattal. Ezt Horkai Sándor mondta a Szegedi Csanádháza előtt 2012-ben, miután kiderült, hogy az egykori jobbikos politikus zsidó származású. A Kárpát-haza őrei mozgalom tagjai ezután tüntettek és gyalázták. Ezt kiabálták Szegedi Csanádnak, de 2012 előtt a Jobbik alelnökeként Vona Gábor mellett ő is részese volt a szélső jobboldali és antiszemita megmozdulásoknak. Ezeket a képsorokat a világ egyik leghíresebb New York-i filmfesztiválján mutatták be. A Maradj Csendben című dokumentumfilm a Jobbik igazi arcát mutatja be. A film, amit Magyarországon nem mutattak be, megdöbbenést váltott ki az amerikai és nemzetközi nézőkből. Masírozik a magyar kárta. A 2007-es megalapításában a Jobbik egykori alelnöke Szegedi Csanád is részt vett. A dokumentumfilmben Szegedi elképesztő őszintességgel beszél arról, hogy a Jobbik és a gárda tudatosan alkalmazta a megfélemlítés eszközeit és a náci jelképekre megszólalásig hasonlító szimbólumokat. Pontosan tudtuk, hogy félelmet kelt, de ugyanakkor fel voltunk készülve, hogy a kommunikációval meg tudjuk védeni ezeket, és teljesen ártatlan módon tudjuk azt mondani, hogy mi, hát ki akar itt félelmet kelteni? Senki. Ezek teljesen ártatlan szimbólumok. Szegedi azért vált ki a Jobbikból, mert kiderült, hogy a nagymamája zsidó származású. Miután ezt megtudta, az addig vállaltan antiszemita politikus ott hagyta a Jobbikot, annak ellenére, hogy Vona Gábor a párt elnöke megpróbálta marasztalni, hiszen Szegedi zsidó származása jól jött volna még a pártnak. Szegedi 2012-ben kilépett a Jobbikból, aminek az egyik alapítója volt. Stúdióban G. Fodor Gábor, a 888.hu főszerkesztője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt van. Mit gondol, miért most jelent meg ez a film Magyarországon? Ön látta egyébként az egész filmet? Az egész filmet nem láttam. Én csak ezeket a részleteket láttam. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen bármilyen közhely, de mégis így van, hogy ha az igazságot kizárják az ajtón, akkor bemászik az ablakon, tehát előbb-utóbb megjelenik maga az igazság a teljes valójában. Itt is erről van szó, hogy volt egy hosszú időszak a Jobbiknak, ami a cukiság kampányról szólt, igyekezett elhitetni a választókkal, az ellenzőkkel is, hogy a Jobbiknak az lenne az igazi arca, hogy vizslákkal, kiskutyákkal, néppártosodás. Most erre a népfrontosodás, a néppártiasodásra gondol? Karakterre gondolok. Ez a film és a Szegedi Csanád nyilatkozata pedig leleplezi a Jobbik igazi arcát, hogy egy neonáci fasiszta pártról van szó, amely valójában veszélyes és nem cuki. Erről szól a történet. Az, hogy miért most látott napvilágot Magyarországon, hát nyilván azért, mert előbb-utóbb ide is elszivárognak a hírek. Ugye ez a film áprilisban került bemutatásra egy New York-i filmfesztiválon. Ez egy nagyon komoly történet. Tulajdonképpen úgy is értelmezhetnénk, hogy ezzel a filmmel szégyent is hoztak Magyarországra, hiszen egy híres, rangos filmfesztiválon mutatták be azt a filmet, amely masírozó gárdákról, félelemkeltésről, zsidózásról, náci jelképekről szól, és tulajdonképpen ez egy rossz országimázs is, amit a Jobbiknak köszönhetünk. Nem arról van szó egyébként, hogy a kormányzó pártoknak most éppen azért, mert a cukisodás, ahogy mondta meg, ez a néppártiasodás, amit a Jobbik próbál most valamilyen formában elérni, az nem megfelelő, és ezért most hirtelenjében Robert De Niro-ra, meg Bruce Willis-re, meg Uma Thurman-ra, akik bejárnak ezekre a vetítésekre ezen a bizonyos fesztiválon fogva, lényegében, hogy mondjam, magas szintre emeljük azt, hogy hát itt valóban egy országimázsrontásról van szó, valóban masírozásról van szó, valóban antiszemitizmusról van szó. Szóval nem arról van szó, hogy ez inkább egy eszköz a kormány kezében arra, hogy gyengítse a Jobbikot? Én nem így látom. Tegnap este megnéztem a YouTube-on rengeteg felvételt, csak annyit kell beütni, hogy Jobbik vagy Magyar Gárda. Szóval ezek azért ismert dolgok voltak korábban is, tehát ilyen szempontból félre ne értse, de nem értem, hogy miről beszélgetünk most. Nagyon örülök, hogy itt van, meg bármikor szívesen látjuk. Köszönöm. Csak hogy ez bármikor lehetett volna.
Igen, az a helyzet, hogy szerintem olyan dolgokról beszélgetünk, amelyek magától értetődőek. Egyet értek, ha beütjük a keresőbe, hogy Jobbik, akkor láthatjuk ezeket a veszélyes felvételeket, hallhatjuk, hogy mocskos zsidók. Itt a film érdekességét... Inkább az... azokat adja ki, mint amit említett, a cukisodás, meg a néppártiasodással kapcsolatban. Igen, de azért mindenki tudja, hogy az elmúlt egy-másfél év egy tudatos politikai manőverről szólt a Jobbik esetében, arról a manőverről, hogy megpróbálják varástalanítani a Jobbik régi arcát, és hogy itt egy megszelidített, néppártosodó alakulattal nézünk szembe, amely akár kormányképes erő is lehet. Ez a film azért érdekes, mert a nemzetközi közvéleményt szembesíti a Jobbik igazi arcával, és egy személy hitelesíti, von a régi harcostársa, aki a Jobbik alapítója, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy outsider ember, egy kívülálló, egy elemző illetne vádakat mondjuk a Jobbikra, hanem egy régi harcostárs elmondja, hogy hogyan is mentek a dolgok a Jobbiknál. Ez ezért érdekes ez a film, és azért, mert tulajdonképpen a nemzetközi közönség számára egy dokumentumfilm karakterben mutatja meg, hogy a Jobbik veszélyes, és hogy Vona Gábor tulajdonképpen nagyon érdekes kettős játékot játszik, és a legfontosabb szempont számára tulajdonképpen a hatalom megragadása, és ennek érdekében bármit képes beáldozni. Ezt a régi harcostársat egyébként ön, mint mondjuk elemző, vagy hogyha politológusi szempontból nézzük, nem lett volna jobb megtartani azért, hogy ne lehessen ezekkel a vádakkal illetni aztán a Jobbikot? Jó volt őt elengedni, mert a szegedi családról beszélünk, akit ugye valamilyen formában, hát én nem tudom, hogy mi volt ott bent, de hogy azért őt elengedték. Hát azt gondolom, hogy a Jobbik útja bár kacskaringós pályán vezet, de mégiscsak van egy vezérmotívum. Az a kérdés, hogy hogyan lehet hatalomra kerülni, hogyan lehet hozzáférkőzni a hatalomhoz. Először a Jobbik első szakasza talán arról szólt, hogy meg kell tartani a radikális hangnemet, nyitni kell azon társadalmi csoportok felé, amelyek nyitottak az antiszemita, a rasszista hangvételre. Ehhez az időszakhoz tartozik a szegedi csanád ügye, a Novák előtt kérdése. Majd jött egy változás, tulajdonképpen a szegedi csanád eltávolításával Vona engedett a Jobbik kemény szárnyának, hiszen kiderült ugye a zsidó származása, tehát az antiszemita mag kielégülés nyert azáltal, hogy szegedi csanádtól megváltak, és a legutóbbi időszak a cukisodás időszaka, amikor az a Novák előd is partvonalra került, aki egyébként követelte szegedi csanád fejét. Én azt gondolom, hogy a lényegi motívum, hogy hogyan lehet hatalomra kerülni, hogyan lehet megragadni a hatalmat, és nem számít, hogy régi harcostársakról vagy az ország érdekéről van szó. És hát most jönnek a vizslák, ahogy említette, meg egy másik televízióban mutatott film Vona Gáborról, ahol konditeremben jár, meg hát pontosan olyan életet él, mint egyébként bármilyen másik ember, de hát miért ne élne olyan azért életet? Kezdtem a nem beszélgetést. Akarom én őt bántani ilyen szempontból. Persze, azért kezdtem a beszélgetést azzal, hogy el lehet hazudni az igazságot, meg ki lehet tessékelni az ajtón, de az igazságnak az a természete, hogy előbb-utóbb visszamászik. Hogy miért beszélünk erről a filmről? Szerintem azért beszélünk róla, mert lehet elhallgatni, hogy mi a Jobbik igazi arca, mi a kötőanyag, mi az a gyúanyag, ami összetartja ezt az alakulatot, de előbb-utóbb úgy is kiderül. Hát csak azért, mert ön is foglalkozik politikával. Igen, én is szerintem ön többet, mint én, de mondom, beüti és látja, de hát ön is megerősített ebben, csak ilyen filmeket dob ki, és hogy azért mondom, hogy szerintem ez nem a spanyol viasz, amit most hirtelen föltaláltunk. De azért hagyj hozzak elő akkor még egy motivumot. Tehát lehet, hogy nekünk magyar választóknak ez ismert, és unalomig beszéltünk erről az elmúlt években. De a Jobbik cukisodás kampánya mögött állhat egy olyan megfontolás is, hogy a nemzetközi szereplők felé hitelesítik a párt megváltozását, hogy itt egy olyan európai néppártosodó alakulatról van szó, amely mérsékli Magyarországot, kormányképes erő lehet. Lehet, hogy radikális a hangneme, de tulajdonképpen nem üt el Európa főáramától. Ez a film azonban leleplezi, hogy Európa főáramában nincsenek olyan konszolidált pártok, ahol félkatonai szervezetek vonulnak az utcán, ahol mocskos zsidózás van, ahol kizárnak egy embert a származása miatt, és így tovább. Hogyha most ön lenne a Jobbik kommunikációs tanácsadója, akkor fájna a feje ettől a filmtől, vagy mit tanácsolna ilyenkor a pártvezetésnek? Hál' Istennek nem én vagyok a Jobbik kommunikációs tanácsadója. Azt gondolom, hogy azok a bűvész mutatványok, amiket végrehajtottak az utóbbi időben, ezek szétfeszítik a Jobbik hitelességét. Nem lehet egyszerre azt mondani, hogy én egy cuki fiú vagyok, aki nem tudom, járok a konditerembe és építem a saját imidzsemet, és szeretnek a nők, a másik oldalon pedig azt mondani, hogy megpróbálom összetartani azt a kemény magot, ami a Jobbik igazi arcát adta eddig, és ez szétfeszíti. Azt gondolom, hogy a Jobbik növekedése korlátos,
nem tud túlnőni ezen a saját maga állított csapdahelyzeten. És nekem egy kérdésem van, hogy vajon mi fog még kiderülni a jövőben a Jobbikról? Azt gondolom, hogy várhatnak ránk még meglepetések. Nem tudom, én erről nem tudok. Szerintem én jobban benne van. Ilyen szempontból a politikában lehet, hogy ön már tud valamit. Mondja, valóban alkalmasak egyébként félelemkeltésre azok a szimbólumok, amiket ők használnak? Hát azt gondolom, hogyha abba a célcsoportba tartoznánk, amelynek a címzetje ezeknek a jelszavaknak és jelképeknek a használata, akkor azt hiszem lenne okunk félelemre. G. Fodor Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.